Kővári Róbert, a PMFC Matthias középpályás, a legutóbb gólt szereztél a Videoton ellen hazai pályán. Most a Győr következik idegenben. Mennyire lesz nehéz vagy nehezebb mérkőzés, mint a Videoton elleni? Hát körülbelül ugyanilyen mérkőzés lesz, annyi, hogy idegenben leszünk, elutazunk, de hát nyerni megyünk oda is. Ez meglehetősen nagy önbizalomra van ez a kijelentés. Hogy látod a Videoton meccset így körülbelül egy hét távlatából? Milyen mérleget tudsz vonni? Hát az elején mondjuk szerintem aláírtuk volna ezt az 1-1-et, a végén azért a mutatott játék, kicsit csalódottak vagyunk, hogy két pontot elszalasztottunk, de hát mindenhova győzni vagyunk, szóval ez így győrbe is. Ha már ott a mutatott játékot szóba hoztad, nagyon sokan dicsérték utána a csapatot különböző médiafelületeken, internetes portálokon, szurkolói hozzászólásokban, hogy játssza a csapat a futballt. Mi ennek a titka? Hát igen, mivel futballnak hívják, játszani kell, és hát amikor nálunk van a labda, próbálunk úgy építkezni. Mennyire nagy segítség ebben, hogy eléggé kreatív a középpályás sor? Hát szerintem csak így lehet így a futballt játszani, hogy a megfelelő emberekkel. Ugye a középpályás sor, nem maradva, a Horváth Adrián az igazából a szűrő-romboló középpályás, a többiek inkább ilyen építkező típusúak. Jó az összhang edzéseken és edzésen kívül is a posztok között? Igen, igen. Hát az öltöző azt, mint lehet tudni, nagyon jó az összhang, és hát mindenhol. Kiegyezni most is egy egyenlítő góllal Győrbe, vagy azért győztes gólt szeretnél? Hát kiegyezni, mert gólt ugni azért mindig jó, de hát mindent megteszünk, hogy nyerjünk, és akkor a győztes gól se lenne baj.